Szeretettel köszöntök mindenkit, Fóris Kuti Kamilla vagyok, a Syngenta munkatársa. Hajtatóházakban történő zöldségtermesztés egyik előnye, hogy segít szabályozni a növények számára szükséges páratartalmat. Ez a páratartalom azonban bár a növények számára szükséges, a különböző kórokozó gombák megtelepedését segíti. Ilyenek a peronoszpórák, a lisztharmatok, valamint a szürkepenész is. Jelenlétüket hajtatott állományokban folyamatosan figyelni kell, különösen a hátam mögött lévő fóliaházakhoz hasonló kisebb légterű létesítményekben. Az ellenük történő védekezés ökológiai gazdálkodásban kiemelten nehéz, de hagyományos gazdálkodás esetén is fejtörést okozhat a szedés kezdetétől a különböző kezelések beillesztése. Ilyen esetekben nyújthat kiváló megoldást a Syngenta új, első biológiai készítménye, a Taegro. Ez a készítmény egy baktérium alapú gombaölő, amely ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett. A készítmény hatóanyaga egy baktérium, mely háromféle módon fejti ki hatását. Elsősorban a növény felületén felszaporodva gátolja a különböző kórokozók behatolását, másodszorban olyan metabolitokat, anyagokat termel, mely a növény szövetében negatív hatással van a kórokozók továbbfejlődésére. Harmadsorban pedig a növény immunrendszerére hatva belülről erősíti, növeli a növény ellenálló képességét a kórokozókkal szemben. A készítmény előnye más hasonló biológiai készítményekkel szemben, hogy a hatóanyag nem érzékeny a kijutatáskori hőmérsékletre, valamint a pH-ra, a szélsőséges értékektől eltekintve. Azonban, mivel egy baktériumról beszélünk, az UV jelentős mértékben csökkentheti a készítmény hatékonyságát, ezért a kijuttatást az UV-szegény órákra érdemes időzíteni. A készítmény keverhető a forgalomban lévő legtöbb növényvédő készítménnyel, sőt egyes készítmények hatékonyságát növelheti is. A Taegro kijuttatását a legtöbb biológiai készítményhez hasonlóan megelőző jelleggel javasoljuk. Ezt követően tömbösített kezelésekben érdemes gondolkodni. Kijuttatása egy vegetációban nagy számban lehetséges, kultúrától függően 10-12 alkalommal, ezért ez a technológia könnyebben megvalósítható. Élelmezésügyi várakozási ideje csupán egy nap, ez rugalmassá teszi a felhasználhatóságot, már a szedésben lévő állományokban is folytatható a kezelés a Taegroval. A Taegro dózisa is rugalmas, 185-től 370 g-ig terjed, melyet érdemes a növény lombfelület méretéhez igazítani a jobb fedettség érdekében. A készítmény további előnye, hogy nagyon stabil baktériumképleteket tartalmaz, ezért tárolásakor nem szükséges semmilyen speciális körülmény, egy hagyományos növényvédőszerraktárba akár 2-3 évig eltárolható. A Taegro engedélyezett hajtatott dinnye, uborka, cukkini főzőtök, paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, valamint saláta és szamóca kultúrában, szabadföldön pedig felhasználható csemege és borszőlő kultúrában is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és amennyiben bármi kérdésük merül fel a készítménnyel kapcsolatban, kérem keressenek bizalommal.